munkáltató átadott nekem egy szerződést, munkaszerződést, ami nem 2004, hanem 2005 volt megjelölve. Mondta, hogy írjam alá. Én ezt nem írtam alá. Másnap behozta, aláírtam, mert azt mondta, hogy a teljesítménybéremről külön kell egy papírt átadnia, a munkaszerződésnek csak az alapbért kell tartalmaznia. Ezt én aláírtam, és innentől kezdve dolgoztam nála, mint gépjárművezető. 5-6 napokat dolgoztam egy héten, tehát a szombatokat is. Nekem volt olyan hónapom, amikor 386 órát dolgoztam. Se a túlórámat nem fizette ki, sem a hétvégi pótlékokat nem fizette ki, sem az alapbérem egy részét, és a teljesítménybérem egy részét sem fizette ki. Áprilisban, 2005 áprilisban, április elején üzemi balesetet szenvedtem. Vétlen vagyok az üzemi balesetben. A munkáltatóm jegyzőkönyvet sem vett fel. Én vonszoltam be, de szó szerint vonszoltam be magam a kórházba. Akkor betegállományba kerültem, és akkor buktak ki a dolgok utána. Mert a Fejér megyei egészségbiztosítási pénztár, amit küldött áppénzt, az jóval kisebb volt, mint amit én vártam, és amire számítottam. A munkabérszerződésemben is ez volt a undorító dolog, amit csinált a munkáltatóm, hogy az alapbéret, a mindenkori minimál arabbérnek megfelelő összeget jelentette le a hatóság felé. De a teljesítménybéremet nem. És velem meg egyáltalán nem közölte, hogy tulajdonképpen mi is az, amit ki akart fizetni, vagy mi is az, amit nem. Az ő részéről volt féllegális, én abban hitben voltam, hogy korrektül mennek a dolgok. Én végig az ő vállalkozásának az érdekeit néztem. Teljes mértékben munkaképtelen lettem, majdnem egy évet kellett várnom arra, hogy engem megoperáljanak. Akkor utána leszázalékoltak, mert ugye a műtét is eredménytelennek bizonyult. Leszázalékoltak, és akkor kaptam a rokkant nyugdíjat. Hatóságokhoz fordultam. És a megyei, illetékes megyei felügyelőség, munkai felügyelőség bejelentésem alapján fel is tárta ezeket a mulasztásokat, amiket a jogsértéseket, amiket a munkáltatóm elkövetett. Ezért őt meg is büntették 450 000 forintra, de a másodfokú hatóság igazatolott a helyben hagyta az első fokú hatóság döntését, tehát megalapozott volt az, hogy a munkáltatóm nagyon sok dologban jogsértően járt el. Ezzel csak annyit tudtam elérni, amit a hatóság korrekt módon tudomásomra is hozott, hogy minden nemi jövedelem igényemmel kapcsolatban a munkahogyi bírósághoz kell fordulnom. Én megtettem. Én akkor a munkáltatómtól körülbelül olyan 1 200 000 forint körüli követeléssel éltem, plusz a kamatok. Elmaradt pótlékokat, az elmaradt munkabért, meg az egyéb károkat, amik ez miatt elszenvedtem, fizesse meg a munkáltató. Akkor ez a munkahogyi per hogyan zárult? Hát ez úgy zárult, hogy tulajdonképpen nekem megítéltek 10 000 forintot, de azt sem tudom, hogy hogyan számolta ezt ki a bíróság, mert semmilyen levezetetését nem láttam. És a munkáltatónak meg megítélték azt, hogy fizessék neki több 100 000 forintot. Elutasították a másodfokon a fővárosi bíróságnál, meg elutasították a legfelsőbb bíróságnál is annak idején, tehát a kúriánál. És ezt a bírónőt, aki tulajdonképpen az ügyemet tárgyalta, és aki ellenén panasszal éltem, érdekes módon magasabb beosztásba került az országgyűlés javaslatára. Országos többsége. Igen, Handó Tündérről, aki az országgyűlés javaslatára az OBH elnöke lett. A nyomozó hatóság feltárta és megállapította annak tényét, hogy a munkáltató ebben a három kategóriában, tárgyban törvénysértett. Hiszen vádevelési javaslattal adta át az ügyet. Az ügyészség nem csak azt, hogy nem ezt vette figyelembe, de a többi hatóság okiratát sem vette figyelembe. Hanem azt mondta a határozatában ez az ügyész, azt állította, hogy az én általam elmondottakat semmi nem támasztja alá. Akkor én pótmagánvendítványjal éltem. És akkor én bementem az ügyészséghez, a város, Székesfehérvári város ügyészséghez, és szerettem volna belenézni az iratba, hogy meg tudjam fogalmazni a pótmagánvádat. És akkor szembesültem avval, hogy ez az ügyész az összes a munkáltatóra nézve terhelő bizonyítékot visszaadta a munkáltatónak. Addig, amíg a pótmagánvád lehetősége áll, addig az iratoknak ott kell lenni egy helyen, az ügyészségnél, illetve amikor az megtörténik a vádemelés, pótmagánvádemelés, akkor át kell továbbítani a illetékes bírósághoz, akit megjelölnek a pótmagánvádban, vagy aki illetékes. Évekig húzták a budai bíróságon is az eljárást. Utána... És mégis a budai bíróságon? A Buda, hát kénytelen volt, mert én nem hagytam nyugtan az ügyészséget. Budai bíróság, meg kerületi bíróság meg hozott egy olyan döntést, ami számomra teljesen értelmezhetetlen, egy olyan ítéletet, hogy én nem vagyok sértetje az ügynek. Ezért a vád törvénytelen. Ahogy megjött a ítélet, rá két hétre a munkáltató már is végrehajtást kezdeményezett ellenem. És hogyan lett hajléktalan? Hát ez a sok eljárás mindenemet elvitte. Nem mentem az igazam után.
És akkor most hol él? Hát ahol van lehetőségem. Jellemző rész raktárnál, a raktárakban. Ha értem a szálló? Pénzbe kerülne. Semmilyen ellátást nem kapok. Miből? Egyszer, másodszor, meg a biztonság. Én nem kaptam meg a fizetésemet, és ez a csalás következménye. Én nem kaptam meg a táppénzt, és ez a csalás következménye. Van valami rehab, azt se kap, a rehabot se kapok. Álláskeresést sem kapok. Próbáltam tanfolyamokra elmenni, hogy hát, ha mégis valami lehetőségem lenne. Jelentkeztem, nem fogadták el. Elmegyek egy munkahelyre, hogy hát, ha hajléktalan. Nincs állandó lakóhelye, nem veszik fel. Munkát nem tudok vállalni, de rokon nyugdíjra sem vagyok jogosult. Éljek meg úgy, ahogy tudok. Hát hogy?